Ebben a pillanatban elindult át a Parádi István emlékverseny. Minden grónak jól sikerült az indítás, a mezőny végén Voodoo Mastert láthatjuk, előre pedig a topsúlyú Sambo galoppozik, míg mellette Batignolt láthatjuk versenyezni bent a falon. Ott van Oscar, illetőleg Juliana is nagyon jó startot tudott venni. Közel van még hozzájuk Alma Rózsa is, illetőleg Voodoo Mastert is valamennyire följebb tudott zárkozni, ugyanez igaz Furiózára is, aki pedig zárja a sort. A mezőnyt az Dynamit Rude, Lovely Rock társaságában, illetőleg Agatha Feeling sincsen sokkal előrébb. Sambo egyértelműen átvette a vezetést, Sambo vezet Oscart megelőzve, kívül ott van Batignol, aztán pedig Alma Rózsát láthatjuk Celeburgi egyelőre a közép mezőnyben, és egy picit az induláshoz képest, mint hogyha visszaesett volna, Juliana is most éppen Celeburgi galoppozik el mellette, aki viszont egyre inkább följebb jön, az nem más, mint a Voodoo Master. Sambo előnye nagyjából egy két hosszra tehető Oscarral szemben, aztán pedig továbbra is Batignol, illetőleg Alma Rózsa, tehát érdekes módon a top terű lovak vannak inkább a mezőnye elején, aki pedig zárja a sort, az nem más, mint I Got a Feeling. Némiképpen csökkent Sambo előnye a többiekkel szemben, alapvető változás azonban nem történt a verseny összetételében, illetőleg a most, aki megindul, az nem más, mint Merit, Merit szépen fokozatosan feljebb galopozott, és már ott tartózkodik egészen közel Sambohoz, a harmadik pozícióban Alma Rózsa, aztán pedig a jól jövő Voodoo Master. A verseny utolsó 800 méterre, Sambo vezet a startó kezdve, és mintha most megint egy kicsit tudta volna növelni az előnyét az üldözőkkel szemben. Merit, de tovagolni kell a második helyen, Voodoo Master egyelőre nagyon-nagyon jó versenyt fut, Alma Rózsa Celeburdi van közel, Oscarral, Juliánával próbálnak talán még elindulni. Én a verseny utolsó 500 méterre, Sambot most fogják utolérni a többiek, Voodoo Master rettenetesen jól tartja magát, itt a kívülről Celeburdi az, aki nagyon-nagyon frissnek tűnik, átérben pedig Furiosa megvárjuk a lovasától, jön az utolsó 300 méter, Sambo még mindig vezet, Sambo, Voodoo Master, Celeburdi, Alma Rózsa és Merit a sorrend, óriási küzdelem. Az utolsó 200 méter ezért a Voodoo Master talán most már vezet, de a Celeburdi lépésről lépésre közelít hozzá Voodoo Master, a Celeburdi, Celeburdi talán most már előrébb, mint Voodoo Master, Celeburdi vagy Voodoo Master, kívül Celeburdi, mert Voodoo Master, Celeburdi nyert a Piros Milovéccsel, Voodoo Master a második, a Rózsa a harmadik, Sambo lesz majd mögöttük a negyedik. Hát erről beszéltünk egyébként, hogyha a régi formáját hozza a Celeburdi. Azt mondta, hogy akkor megnyeri a verseny. Ezt megnyeri, így van, nagyon-nagyon szoros volt. És ugye Voodoo Masternél beszéltünk, hogy nagyon esélyes már súlyban, papíron. Ahogy ez a 3,5 kg, hogy nem tudja levenni Homoki Norbert, az mennyit jelenthet majd? Hát ennyit jelenthet. Ennyit jelenthet. Hozzátéve, hogy egy abszolút kezdő lovas. Nagyon komolyan kellett Celeburdinak küzdeni, hogy meg tudja őt előzni, tehát megelőzte. 4-es, 11-es és ugye Alma Rózsa. Alma Rózsa szóval lett a harmadik, így van, Sambot még a placról is letaszította. Nekem az volt az érdekes közvetítésben is, mondtam, hogy a topsúlyú lovak elmentek vezetni. Tehát általában ez az esetek többségében pont fordítva szokott lenni, és Sambo próbált meg bevezetni a célig, hát nem tudott, végül örülhetett a negyedik helyezésnek. Itt jön Celeburdi. Itt még úgy tűnt, hogy azért nagyot kell küzdeni, és hát való igaz, mondjuk nem volt annyira egyszerű számára ez a verseny, de egyrészt a top súly is, egyébként Voodoo Masteren nagyon sokat hozott az új idomár, Fézer Robert. Figyelem, a harmadik futam nem hivatalos befutási sorrendje. 4-es, 11-es, 3-as. Ismétlem, 4-es, 11-es, 3-as. Kicsit erősebb játék volt a 4-es, de 3-es futóban is sokan játszották. Hát más kérdés, hogy Sambóval, Oscarral, Merriddel, Alma Rózsát egy kicsit kevésbé favorizálták a Turfhoz képest, hát Voodoo Master pedig egyáltalán nem. Úgyhogy azért ebből a 3-es futó az nagyon-nagyon jó fizethet majd, hát a sima befutó is összességében. Miros Milojevic, Celeburdi nyergében. Hát nem lehet mondani, hogy azért nem kalkulátos siker volt, hogy a Turf nem véleményezte, de hát mondtuk gyakorlatilag, hogy miért. Nem volt egy egyszerű futam. Nyilván Celeburdinál benne volt a pakliban ez is az is. Szerencsére, hogy átjuk a háttérben, hogy Nagy Tamás rendben van. Juliana volt számomra egy kicsit negatív meglepetés. Én akár nyerőnek is elgondoltam, de igazi momentuma nem volt. Starttól kezdődően tulajdonképpen jól fogott pozíciót, aztán ott megrekedt, vagy visszacsúszott a középmezőnybe, és aztán jött a célegyenesben megint, de nem volt benne elég kraft, nem tudott hozzá elég közel végezni, legalábbis.